Köszöntjük kedves nézőinket, rendkívüli híreink következnek. Poloska invázió tört ki a Humán 5-ben. A kártevők teljesen ellepték az északnyugati fekvésű osztálytermet, megzavarva az ott tanulni vágyó diákokat. A poloskarai hirtelen támadása nagymértékben megnehezíti a tanórán való koncentrációt, főként az ablak mellett helyet foglaló lányok számára. Szakértők szerint a poloskák ártalmatlanok, ezért indokolatlan a tanórákon kialakuló pánik. További részletekért most élőben kapcsolunk Grönlandra, Németh Sárához. Szervusz Sára, mi a helyzet a grönlandi poloska populációval, mennyire jellemző a szigeten a kártevők támadása? Sára, hallasz minket? Úgy tűnik, valami technikai probléma lépett fel. Kollégáink már dolgoznak az ügyön. Megszületett a Commodore Zulu márka legújabb terméke. A kényelmes pamutfuszekli a szalagavató estén látta meg a napvilágot. A KSH legfrissebb adatai szerint már az első viselés után 27,8%-kal nőtt a felhasználó kedélyállapota és komfortérzete. A gyártócég és az okni köszönik, már jól vannak. Szökés történt kedden az ebédszünetben. Az iskola biztonsági kamerájának felvételeiből tisztán kivehető, hogy Lakatos Liliana, 12. A-osztályos tanuló, súlyosan megsértve a házirend 3/15-ös pontját, kijátszva a biztonságiak éberségét, a határút felé kiszökött az iskolából. Ezek voltak már a híreink. Ildikó? Igen. A viszontlátásra. A radiátorok környékén akár 20 fokig is megemelkedhet a hőmérséklet. A matek 1-ben azonban az egybetartott dupla órák után meglehetősen füllett a levegő akár a trópusokon. Errefelé túlnyomóan szélcsend uralkodik, különösen a témazárók idejére, amelyek elérhetik az akár 3x45 perces időtartamot is. A frontérzékenyek tartózkodjanak a Humán folyosótól, ugyanis a hét második felében délkelet irányú anticiklon érkezik. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Bornemisza Puder mai adásában. A mai témánk a hegesztés, forrasztás és a termikus vágás fém technológiai alapismeretei, avagy hogyan alkalmazzuk ezt személygépjárművek és kismotorok esetében. Vendégeink Janik Eszter, egykori modell, Szigeti Eszter műkörömépítő és Róna Virág, a Nő Makeup blog írója. Nap mint nap találkozhatunk meghibásodott gépjárművekkel, közlekedési eszközökkel, ám annál ritkábban látunk példát arra, hogy megfelelő technikával, illetve eljárással lenne hegesztve egy-egy kipufogó, alváz, esetleg karosszéria. Ezt a problémakört járnánk körül vendégeinkkel, akik mögött évek tapasztalata van. Eszter, hozzád fordulnék. Amikor készültem a műsorra, akkor olvastam veled egy interjút, amiben kifejtett, hogy a modellkedés mellett mindig is nagy hangsúlyt fektettél különböző fémtechnológiai eljárások elsajátítására. Hogyan jelenik meg a hétköznapjaidban a forrasztás tevékenysége? Én egyébként nagyon utálom ezeket a szerződéseket, tényleg. Mert egyszerűen félek, hogy átvágnak, valami turpisság mindig lehet a szerződésbe, de úgy tűnik, hogy ezt ők is tudják, ugyanis mindegyik szerződésben benne van az, hogy a szerződő fél. Szóval igen, nem olyan régen elmentem fogorvoshoz, és a fogorvosom, Ponty Béla, hát egy tömést kellett volna megcsinálnia, de szegénykének nagyon nem ment. Úgyhogy próbálgatta, felegyenesedett, és félénken megijeszte, hogy hát ez kifogott rajtam. Értik, mert fogász és Ponty Béla. Igen, nagyon jó, hogy ezt felvetetted, ez már bennem is felmerült. Mit tehetnénk ez ellen, hogy az embereknek ez valahogy könnyebben menjen a megkülönböztetés, illetve az alkalmazás? Hát igen, ezt szerintem már iskolában el kéne kezdeni, az alapok lefektetését. Igen, teljes mértékben egyetértek, hát ha belegondoltok, ez teljesen olyan, mintha összekevernénk a lánghegesztést a plazmavágást. Apropó lányok, valaki hozott magával egy meglepetést ma, mutassuk meg a közönségnek is. Köszönöm, hogy így említed. Igen, ez a tegnap befejezett munkám, egy kipufogó cső. Érdemes megfigyelni az igényes törzshegesztési... Bocsánat, hogy ez az ott 100 wattos a forrasztó pisztoly, nem az a csinálta.
hölgyeim, szerintem fogadjuk szeretettel akkor a mai férfi vendégünket, a lángvágás és ívhegesztés specialistáját, aki nélkül a húzal elektródás, védőgázas ívhegesztés ma nem lenne sehol, Pajor Kristóf! Szervusz! Szervusz, Kristóf! Köszönöm itt a műsorban. Hát sokan már ismerik a munkásságot, de pár szóban össze tudnád foglalni, hogy mit jelent számodra a hegesztés. Bocsánat, visszatérve az előző témához, szerintem sokkal jobb, hogyha az alapoknál maradunk, az őseim által. Nem akarok neked menni, ne haragudj, de 21. század, lézerhegesztés, a bocsi, de bármiben megnézzük, mindig nem, az... Ne vedd személyes értésnek, hogy megadja a fundamentum. Már előzésbe az mi? Lézerhegesztés. Ilyen ódivatú dolgokat azért általában hátul mögé hajítunk. Neked nem alkalmazzuk egy... Elnézést! Neked mi a véleményed erről a kipufogóról? Formatervezésre szerintem a teljesen a... Bocsánat, de nézzék meg a varratokat, amiket csináltam, sokkal modern. Szerintem ez lehetett volna sokkal precízebb. Használhatatlan. Gyakorlatilag. Rendben, maradjanak velünk a reklám után, folytatjuk. Enerváltság, apátia, búbánat, reggeli idő. Nincs mit bekapnod, és matek órán amúgy is kétszer beégtél, mert hangosan korgott a gyomrod. Megpróbáltál részt venni a társasági életben, de ismerőseid mind eltaszítottak maguktól? Úgy érzed, csávába kerültél? De ennek itt most mind vége, mert itt van a pikáns meleg szendvics. Vége a böjtnek, kezdődik a jól lakott gyomrok és az elkényeztetett ízlelő bimbók ideje. A pikáns meleg szendvics friss alapanyagokból, megfelelő fűszerezéssel és hozzáértéssel készül minden reggel a Boli büfében. Nyom, nyom, nyom. Pikáns meleg szendvics. Aha! Pikáns meleg szendvics. Tessék? Igen, jól hallottad. Pikáns meleg szendvics. Ez már döfi? Ha! Pikáns meleg szendvics. Teljesen megadja a fundamentum. Már először. Nem. Milyen érzések kavarogtak benned, amikor eldöntötted, hogy ilyen rövid idő alatt meghozod ezt a sorsdöntő lépést? Ugye tudjuk, hogy volt szó Amerikáról, Etiópia, valamint Kambodzsa. Hihetetlen gól! Úgy tűnik, a németesek ismét győzelmet aratnak a franciások felett. Itt látjuk a visszajátszást. Hát kérem szépen, nézzék! Hát a kapusnak esélye se volt. Úgy tűnik, Róna reklamál a partjelzőnek. Na nézzük, mi lesz ebből. Üdvözlöm Önöket! Ma a diákok egyik különleges törzsét, a borisukat mutatjuk be közelről, akik ebbe a kis helységbe tömörülnek be minden nap, hogy megtartsák szertartásukat. Borisoknak a kőbányai fenség bevándorló népeit nevezzük. Ez a csoport a végzősök alfajába tartozik. Megfigyelésünk a táplálékra várakozó egyedekre irányul, akik láncalakzatot alkotva a helyi hierarchia szerint libasorba rendeződnek, majd egy lassú, törzsi tánc után egy számukra szent, téglalap alakú lapot mesterséges tűz alá tesznek, majd jelzésre várnak. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, méltók az élelem elfogyasztására, és cserébe ingyen elvehetik a tápláló étket. Láthatjuk, hogy a férfiak és nők külön fogyasztják elétjüket.
Nézzék! Egy bátrabb tagnak mégis sikerült megszerezni a vízzel teli szentüstöt. Elképesztő! A jól lakott közösséget itt már újra egyesülve látjuk. Az emésztés után békések és nyugodtak. Vessünk egy közelebbi pillantást erre az egyedre. Itt, homloktájékon jól látható a történelem órákon kialakult robosztus hipotalamus, mely az automatikus reakciók kontrolljáért felelős. Spread my wings and fly away. I believe I can fly. Hello. Hello. Van itt valaki? A menzafőnök versenyzői itt az elődöntőben az eddigi legnagyobb kihívásnak lettek kitéve. Iskolai tanszerekből kellett főételt készíteniük. Alon nagy bajban volt az alapanyag választással, de végül úgy döntött, hogy matek könyvet fog rántani. Olivia pedig pirított ceruza variációkkal fog a zsűri elé állni, amik között találhatunk színes ceruzákat, HB-s és 2B-s grafit ceruzákat is. Patricia egy igazi különlegességgel készül, füzet turmixot fog tálalni, amit tejszínhabbal és friss mentával fog megbolondítani. A versenyzők ideje vészesen fogy, már csak pár másodpercük van arra, hogy tálalják elkészült kreációikat. Már csak 10, azaz 10 másodpercetek van hátra. Lejárt az idő, tegyétek fel a kezdeteket és lépjetek hátra a pulttal. Szeretnék gratulálni. A tankönyv tökéletesen meg lett sütve, a bunda aranybarna és ropogós, és a tankönyv sem tocsog a zsírban. De a tankönyv választásod nem volt valami szerencsés. A matek tankönyveknek van egy kesernyés utóíze, amelyet a rántás még jobban felerősít. Ezért előnyösebb lett volna valamilyen humán könyvet, esetleg egy verses kötetet vagy egy regényt választanod. De egyébként rendben van az ételed. Tetszik a fűszerezése. Viszont a kockás füzet miatt az állaga borzalmas. Sokkal jobb lett volna, ha mondjuk vonalas füzeteket használtál volna, és akkor sokkal inkább ilyen krémesebb lett volna, és sokkal inkább hasonlított volna egy turmixra, mint egy levesre. De ez így most sokkal inkább egy leves, mint turmix. Köszi.
Elkérnélek benneteket, versenyzőket, hogy fáradjatok ide a séfek elé. Az, aki 2019-ben megküzdhet, főzhet, és tovább jut a műsorban, az nem más, mint... Rónai Alonicák! Gondoltam, hogy ide a végére lehetne valami záró feliratot, gondolatot tenni, valami frappánsat, ami ugye az egészet lezárja, de mégis arra utal, hogy ez az egész igazán most kezdődik el. Tehát ugye az élet, meg ilyesmi. Tehát